Sziasztok, ez itt a Kutyinfo Podcast új része. Én Láng Dávid vagyok, és ezúttal kivételesen nem egy, hanem három emberrel fogok beszélgetni, ők pedig Döme Zsuzsanna Szuzi, Rácz Györgyi és Mendli Miklós, a Kutyapárt Ferencvárosi képviselőjelöltjei. Sziasztok! Sziasztok! Hello! Hello! Szuzi, téged valószínűleg kevésbé kell talán bemutatni, hiszen a polgármester vagy Ferencvárosban 4,5 éve, valamint ugye a Kutyapárt alelnöke is, a többiek neve viszont egyelőre talán kevésbé forog a köztudatban. Mondanátok magatokról néhány mondatot? Rácz Györgyi vagyok, a polgári foglalkozásomat, végzettségem, tekintve mérnök, meg ilyen pénzügyes végzettségem is van. Körülbelül 5 éve kutyapártozok. Ez azt jelenti, hogy az előző önkoris választás előtt kezdtem el passzivistáskodni, amikor is azt olvastam valamilyen online felületen, hogy a Kutyapárt támogatja Baranyi Krisztinát, és akkor elmentem, megtekintettem, és azt mondtam, hogy jó, akkor én ebbe bele fogok csatlakozni. És az első megmozdulásom egy négyszínfestés volt, és aznap sok négyszínfestés volt a városban, így csak ketten jutottunk egy nagyon szimpatikus fiatalemberrel erre a festésre, aki éppen 18 készült lenni, és miután előpakoltuk a festékeket, megszállt minket Ferencváros összes közterese. Úgyhogy úgy éreztem, hogy ez nekem jó lesz továbbra is, és akkor utána már egy nagyobb csapattal kifestettük a önkormányzati gyereksütő mellett lévő nagyon repedezett járdát, és így indult ez a fényes karrier, ami 5 év alatt oda vezetett, hogy jelölt leszek én is a Ferencvárosban. Én Mendli Miklós vagyok, 34 éves, végzettségemet tekintve bölcsész és villanyszerelő. Én úgy kerültem a Kutyapárt közelébe, hogy hát már előtte is voltam néhányszor pultozni, meg kajagyűjtésekre vittem kaját és hasonlók, de akkor csatlakoztam be igazán, amikor a Covid kitört, és én mindenféle fórumon látva az Olaszországból érkező híreket, hogy mennyire bajban van az egészségügy, próbáltam jelentkezni önkéntesnek bárhová, és sehol máshol nem tartottak igényt az önkéntes munkámra, csak a 9. kerületi önkormányzatnál, ahol csak jelezni kellett, hogy önkénteskednék, és Szuzi estére már küldött is egy Google formot, hogy hol tudok jelentkezni és mire. És azóta gyakorlatilag én beszopódtam ebbe a dologba. Előtte más helyeken próbálkoztam bármifajta változást elérni, viszonylag minimális sikerrel. Ez volt az első olyan hely, ahol úgy éreztem, hogy tényleg történik is valami, és csinálni is tudunk valamit. Azóta töretlen lelkesedéssel folytatom ezt a munkát. 11. kerületben próbáltam helyi klubot csinálni néhány évig. Itt indultam az országgyűlési választáson is. Egy ideje viszont Ferencvárosban próbálok közösségi szervezőként működni, vagy valami ehhez hasonló minőségben. Ferencvárosban elég speciális az MKKP helyzete, olyan konstrukcióban indul a pártot, mint sehol máshol az országban. Meséltek erről kicsit, mit kell tudni róla? Nos igen, hát Ferencvárosban eddig is teljesen más volt a kutyapárt helyzete, még a legelső választáskor egyébként a 18-as országgyűlési választás, amikor a Racskó Gábor volt a 8.-9. kerületi jelöltünk, akkor már lett kapcsolat Baranyi Krisztinával, aki még akkor nem polgármestere volt a kerületnek, és szintén segített a Racsinak, több videójában is szerepelt például. Úgyhogy ide vezethetők vissza az első, vagy én emlékeim szerint az első Baranyi Krisztás találkozások, és hát mi meg azt azért láttuk, hogy ő egy elég csomó jó dolgot csinált, főként ezek a zöld politikai, meg illatos úti, meg Duna szennyezős videóit ismertem én. Na és aztán, amikor eljött végül az előző önkormányzati választás, és előtte minket egyébként sokat szidó klasszikus politikai pártok, akik előtte már évekig azt hangoztatták, hogy az önkormányzaton összefogva, természetesen összefogva, lehetőleg egy független olyan jelölt mögé érdemes beállni országosan az összefogott pártoknak, akik már valamit tettek az adott környezetbe, ezzel egyébként szerintem nem tudnék vitatkozni. Az
azzal azonban igen, hogy végül ezt nem Baranyi Krisztinában találták meg az ellenzéki pártok, hanem egy másik képviselő hölgyet javasoltak volna polgármesternek, ami akkor beszéltünk már úgy, mint párt a politikussal, a Krisztával, és mondtuk, hogy igen, mi segítenénk neki az előválasztásban, hogyha erre sor kerülne, ezt csináltuk is. Az LMP és a Kutyapárt állt igaziból mögé, a többi nagy párt a másik jelölt mögé, és a Párbeszéd jellemzően mind a két jelölt mögé. Nem tudtak dönteni, vagy nem tudom, hogy itt mi legyen. És az volt az alapdíl, hogy mi csak az előválasztásig segítjük, és amikor aztán azt lehetőleg megnyeri, utána mi kiszállunk, és nem segítünk a többi képviselő, a többi pártnak a kampányába, de a kutyapártosok már csak ilyenek nem bírtuk ki, úgyhogy ez vezetett oda, hogy olyan gyönyörű videók készülhettek, ahol a kutyapártos kátyúzógéppel a jobbikos kátyúz, éppen kampány kátyúzik, stb. És akkor történt ez, amit a Györgyi is elmondott, ilyen négyszínfestések, meg buszmegállót építettünk, meg hasonló. Na, úgyhogy elkezdődött aztán, tehát megnyerte a Kriszta a választást, és igaziból én nem is az eredményváró bulira mentem el, akkor én a kutyapártosokkal én voltam, hanem utána volt az ő saját független szervez, a Kulcsegyesületnek is egy ilyen eredmény örömködő buli, és ott fölkért engem a polgármesternek, amit én megdöbbenéssel fogadtam, és elfogadtam. Na, és akkor utána, ami 5 évig együtt dolgoztunk, talán majd arról is lesz itt szó, hogy ez milyen zökkenőmentes és harmonikus 5 év volt. Krisztával egyébként harmonikus volt az együttműködés. Úgyhogy amikor itt az új választás fölmerült, az nem is volt kérdéses, hogy a Kutyapárt és az LMP rajta lesz ezen a Baranyit támogató listán, tehát egy közös listán. A többiek még kérdésesek voltak az elején, és ez kiegészült még a Momentum jelöltjeivel, tehát most egy ilyen érdekes fölállásba indul a Kutyapárt Ferencvárosba, ez valóban ilyen nincsen máshol az ország. Tehát itt minden párt 3 jelöltet ad a Kriszta listájára, illetve a civil szervezet is ad jelölteket. Akkor gyakorlatilag nem lesznek pártlogók a szavazólapon, hanem mindenki egy egyesület színeiben fog indulni, vagy a pártoknak is logói igen, is ott lesznek? Igen, itt az egyesület lesz a jelölő szervezet, igen. Ugye kimaradt ebből a megállapodásból az MSZP és a DK, ők már hónapok óta azzal kampányolnak, hogy 500-valahány napja próbálnak tárgyalásokat kezdeményezni Baranyi Krisztinával, aki válaszra sem éltatta őket. Ő ennek mi az oka, hogy még tárgyalni sem ültetek le velük? De nem tudom, hogy hol keresték és kérték. Nyilván köztudott volt, hogy elindul a választáson Baranyi Krisztina. Elég sok egyeztetés van egyébként a képviselőkkel, annak ellenére, hogy 5 éve azt halljuk, olvassuk, és hát nem tudom, minden testületi ülése legalább 4-szer elhangzik különböző szájakból, hogy mennyire nincsen egyeztetés. Ezzel kapcsolatban én mindig a pályázati rendszer reformjának az egyeztetéseit szoktam felhozni. Példának az arra én gyakorlatilag 4 éve minden évben várom a képviselői javaslatokat, és úgyhogy én is ki tudnám számolni, hogy mióta nem egyeztetnek velem a többi képviselő, például a kerületet egyébként elég érintő kérdésben. Nem gondolom, hogy az, amit itt az elmúlt években csináltak ezek a képviselők, az alapján nagyon meglepő lenne, hogy nem föltétlen velük képzeli el a Krisztina további 5 évet. Én sem bánom. És valószínűleg, ha itt MSZP-sek és DK-sok előkerültek volna, akkor a Kutyapárt itt vétózta volna ezeket a képviselőket. Erről volt is szó akkor, amikor megállapodtunk a közös indulásban. De hát erre nem került sor. Ez a két párt viszont nemrégiben bejelentette, hogy a Párbeszéddel együtt külön listát és egyéni jelölteket fognak állítani. Nem tartotok attól, hogy így kvázi nevető harmadikként a Fidesz jöhet ki győztesnek? Most szerintem eléggé támogatott a Krista politikája, meg az, amit az elmúlt 5 évben csináltunk. A Fidesz pedig nagyon nem támogatott a kerületben. Azért az MSZP-DK szövetség mellett lesz még egy pár induló csapat. Én például egy hónappal ezelőtt már a Tűrmeréket, mi az a párt? Munkáspárt. Igen, tehát a Munkáspárt pultjait is láttam a Nagyvárad téren. Ők ugye az a csapat, akik az előző
első önkormányzati választás, miután a Kriszta megnyerte, ők hajlandóak voltak a Fidesz helyett megtámadni a választási eredményt, tehát ők jó partnerei a Fidesznek, ezért számítok én még az ő indulásukra is, és még jó sok más formációnak. Tényleg nem tudom, hogy az MSZP, akinek gyakorlatilag most már nulla fele konvergált támogatottsága így országosan, meg Budapesten is, hogy tud még mindig ennyi emberrel pozícióba lenni. Tök érdekes, hogy ilyeneket hozott ez a múltkori összefogás, hogy ez a párt nagyon-nagyon sok polgármesterét adja most Budapestnek, úgyhogy a támogatottságuk már 5 évvel ezelőtt is annul a fele konvergált, úgyhogy hajrá az ilyen füstös szobás megállapodásoknál. Nekem jobban tetszik a Baranyi Krisztina féle tevékenység meg tettek alapján való válogatás vagy döntés. Akkor a többiekhez fordulok, hogy hogyan kerültetek pont ti a képbe, miért illettetek a másik két jelölt Szuzi mellett? Én több mint 15 éve tevékenykedtem különféle civil szervezetekbe, elég nagy praxisom van ebben a közösségszervezésben, abban, hogy csináljuk meg, amit megtehetünk magunk. Például egy vállalkozónői egyesületnek voltam az elnöke. Mi 8 év alatt több száz nőt képeztünk arra, hogy legyenek vállalkozási ismeretei, és ennek függvényében dönthessék el azt, hogy nekiindulnak-e egy önállóságnak, vagy sem. Sorolhatnám, és a kutyapártban is most az utóbbi 5 évben, hogy mondjam, egyre növekvő aktivitást tanúsítottam. De szépen mondtam. És a kerületben élek, tehát ez így adódott, hogy ha valahol, akkor itt szeretnék a továbbiakban tevékenykedni. Eredetileg ellenálltam elég sokáig ennek a dolognak, amikor fölmerült, de aztán a Szuzi annyi időt és energiát fektetett abba, hogy egy jó csapatot hozzon össze, hogy most már abszolút örömmel vállalkozom erre a feladatra. Látok sok lehetőséget abba, hogy képviselőként jobbá tegyem a kerület lakóinak az életét, és azt látom, hogy a mostani helyzet, tehát ez az 5 év sokkal, de sokkal eredményesebb lehetett volna, hogyha nincsenek ezek az állandó viták és ellentétek, és az egyéni érdekeknek a kerület érdekei elé helyezése. És azt gondolom, hogyha mi ebben a felállásban nyerni tudunk, akkor az egész kerület profitálhat ebből. Mert azokat az energiákat, amit a szívózásra, veszekedésre, vitákra fordítottak eddig, azt mind munkára fogjuk tudni fordítani. Hát nagyjából hasonlókat tudnék mondani, mint Györgyi, ahogy én személy szerint hogy kerültem ebbe az egészbe. Én évekig laktam a Ferencvárosban, a Rádai utcán egyrészt, másrészt meg hát lehetett tudni, hogy valószínűleg Szuzi is el fog indulni ebbe a csapatba, és én közösségszervezésbe akartam volna becsatlakozni, akármi is történik, hogy ez így sikeresen megtörténhessen ez az egész dolog. Aztán úgy tűnik, hogy tudunk annyira jól együtt dolgozni, hogy egyszer csak belettem kérdezve erről a dologról, hogy szeretnék egy ilyet bevállalni. De egyébként annyira aranyosak vagytok, meg egy kicsit alázhattatok volna, hogy valójában így az történt Ferencvárosban, hogy az, hogy van a kutyapártos feladatok is, amiben azért nyilván mióta alpolgármester vagyok, jóval kevesebbet tudok így a Gergőnek is segíteni, tehát neki több maradt, de azért jutott nekem is elég sok minden az alpolgármesteri feladatok mellett, tehát ugye azért a ciklus elején ez nekem tényleg új volt, iszonyatosan meg akartam azt mutatni, hogy egy kutyapártos alpolgármester nem idétlenkedik, hanem tényleg fontos feladatokat, meg fontos munkát tud végezni. Úgyhogy én tényleg belevetettem ott magam, és reggeltől estig ott ültem a hivatalba, ez egyébként így van most is. Úgyhogy emellett az elején nekem nem nagyon volt időm a konkrét kutyapártos helyi tevékenységre még, és nem is nagyon nézett ki ott. Tehát ott voltak az emberek, persze, ahol a kutyapárt a városvezetésnek is része, tök másféle problémákkal fordultak oda, tök skizofrén volt a helyzet egy csomószor, mert ha meg mondjuk repedezett járda volt, akkor nekem azt nem 4 szín festeni kellett elsősorban, hanem megcsináltatni, és ugye nem a felelősök figyelmét fölhívni, mert a felelősök mi voltunk, tehát ez is egy nehéz helyzet volt, és amikor már így elkezdtem ezen eléggé stresszelődni, hogy még hány bőrt lehet így lehúzni magamról, és hogy ezt így nem csinálom igaziból jól, akkor elég sok ember, és köztük itt a Györgyi, mi
Miki, Petiék, tudnám még hosszan sorolni, szóval van azért egy nagyobb törzspasszivista csapat, akik elkezdtek nekem segíteni, és azt mondták, hogy ne aggódjak, majd ők megszervezik azt, vagy megcsinálják azt, és így volt egy olyan leülés, én emlékszem, hogy én elkezdtem itt sorolni, hogy mik azok a projektek, amik az elmúlt fél éve, vagy 3-4 éve csak így halasztódnak, és aztán 2 hónapon belül mindegyiket megoldották, leszervezték, megcsinálták. Szuper lett. Úgyhogy azért ez nem olyan nagyon meglepő, hogy őket kértem föl, csak nagyon szerények, és engem meg nem kritizálnak. Úgy látom, mert itt valójában az volt, hogy nem lenne nélkülük helyi kutyapártos tevékenység, és valóban tényleg azon túl, hogy mit csinálunk mi egy önkormányzaton belül, iszonyatosan fontos, hogy azok az emberek helyben, akik szeretnének a közélettel foglalkozni, azok tudjanak vele foglalkozni. Úgyhogy György és társasjáték köröktől kezdve a szemétszedéseken át, a Miki is még a rókafestés, még a létrára is fölmászott, pedig tériszonyos, a videó kedvéért, úgyhogy itt mindenki folyamatosan önmagát legyőzve, nyilván meló mellett csinálja itt a helyi csapatnak a szervezését, úgyhogy én ezúton is nagyon köszönöm nekik is, meg a többi törzspasszivistánknak is ott. És ha az elmúlt 4,5 év alpolgármesteri munkájában mondjuk 3 dolgot ki kéne emelned, vagy lehet mondjuk 4 is, akkor mire vagy a legbüszkébb, mit mondanál? Hú, hát miket szoktam mondani? Tényleg sok minden volt. Szerintem a Covid azt én mindig ki szoktam emelni. Egyrészt jó rég volt már, és szépre emlékezünk, másrészt, mert akkor aztán tényleg jól jött a kutyapártos a házban, itt a sokat emlegetett MSZP, de a többi képviselő, hát heves tiltakozása ellenére én azonnal ilyen önkéntes toborzásba kezdtem, gyakorlatilag a lezárások napjától, és akkor végül 600 önkéntes látott el azokban az első lezárásnak a hónapjaiban több mint 1200 helyi lakost, és ebben minden benne van, tehát a bevásárlás, a gyógyszerkiváltás, végül pár hét alatt már, ugye nálunk gyorsan egy nap alatt fölállt egy segítőközpont, önkéntesen lehetett a hivatal dolgozóinak ehhez jelentkezni. Egy nap alatt írtam hozzá egy protokollt, elindult ez az egész, plakátoztak, piroska kommandó rohangált a maszkokkal, de tényleg az ott nagyon is éreztem, hogy egy ilyen nagyon új helyzettel mennyire nehéz megküzdeni egy ilyen önkormányzatnak, hogyha nincsen valaki, aki azt mondja, hogy na jó gyerekek, akkor most nem arra a néhány fős családsegítőre fogunk támaszkodni, akik egyébként is szét vannak terhelve, és nyilván nem fognak tudni 1300 családot még ellátni így összességében. Úgyhogy az egész jól ment, néhány hét múlva már mentálhigién és segélyközpont, meg offline tanoda, meg hasonló dolgok is voltak, a parki cukik, meg az ilyesmi, azt elmondom szívesen, az vicces egyébként. Ez az volt, amikor a parkok is se lehetett így több embernek lemenni, de hát már megőrültek az emberek nyilván a lakásokban, és talán 5 fős volt a limit, hogy hányan lehetnek együtt, vagy még kevesebben, nagyon nem emlékszem már pontosan a szabályokra, azok is változtak hetente, de hát mi kinyitottuk a parkokat, hát nyomorultak, hadd menjenek már egy kicsit a zöldbe, meg a levegőbe, na hát, de hát akkor kellettek a közszeresek, aki úgy rászól az emberekre, hogy széjjelebb megtartsák a távolságot, meg minden. És hát így az első nap után nagyon sok panasz jött a közteresekre, szegényekre, mert ők, tehát volt például, hogy az anyukát a 1,5 éves kisgyerekétől akarták 1,5 méteres távolságban, nyilván pusztán jó szándékkal, hiába magyarázta az anyuk, hogy egész nap együtt vannak bent a lakásban, szóval ez most így nem biztos. És akkor a sok egyébként szintén munka nélkül maradt maszkokat varrugató óvónőket rendeltük ki a közteresek mellé. Ha baj volt, akkor a közteres az így föllépett. Egyébként viszont az óvónénik beszélgettek az emberekkel, és próbálták őket jobb beletesset. Ez volt a parki cuki akciósorozat. Na szóval, hogy ez egy elég komplett dolog volt, én erre tényleg mai napig elég büszke, hogy a 2 díjat is nyerte az önkormányzat, meg hát nyilván rengeteg embernek a segítségét megköszi, akik ebben részt vettek. Hát az, hogy ott az elején szerződéseket bontogatni, meg hasonló, hát ez egy normál dolog volt 10 év Fidesz után, szerintem azt ezt kellett csinálni, akkor a Gegesi is sokat segített, arra is nagyon büszke voltam, ő egyszer mondta a kommunikáció szerződések fölbontásakor, hogy nem gondolta volna, hogy a kutyapártos alpolgármester ilyen szigorú, mert azt mondta, hogy már 2 hónap múlva lejár ez a plusz szerződés, ezzel már. Ugye a korábbi
ellenzéki polgármester, azt említsük meg, 2010-ig vezette a kerületet. Így van, és ilyen tanácsadóként hívta a Kriszta, egész sokat is tudott segíteni. De hát aztán én a pályázati rendszer, meg nyilván a kulturális, civil, szociális területeket kaptam meg. Rengeteg dolognak lettem automatikusan az elnöke, például az idősügyi tanácsnak, vagy valami sport dolognak is, azt úgy emlékszem. Nyilván nem az elnökségek érdekeltek annyira, hanem hogy itt akkor mit is kell csinálni. Én láttam azonnal a pályázatokat, a kedvezményeknek a rendszerét, mennyire nem átlátható, milyen módon ment. Tehát így januárban elkezdtem kapni naponta 30-assával e-maileket, hogy a művelődési ház termeinek a bérleti díjához képest kedvezményeket kérnek. Mondom, ezzel mit szoktak csinálni? Mert az előző alpolgármester azt mondja, ilyenkor odaírta kézzel a kinyomtatott e-mail, hogy támogatom, és akkor ment a kedvezmény. Hát akkor mondtam, hogy ez jó lenne, hogyha minden ember fia látná, hogy lehet ilyesmiket kérni. Szóval tényleg ilyesmiket képzeltek el. A kedvezményes ingatlanbérleteket is mind újra megnéztem, meg ahol kellett, újra tárgyaltam az együttműködési megállapodásokat, mert nagyon sok kiüresedett, vagy olyan szövegeket tartalmazott, ami semmit nem számít, semmi értelme nem volt. Azt mondom, ez a pályázati rendszer reformja, ez egy nagy falat volt. Volt nekem már tapasztalatom pályázat írással is, meg pályázóként is, mondjuk amikor az Ambit Kásúriba voltam pedagógiai vezető, ott ilyen 800 milliós uniós pályázatot bonyolítottunk éppen, a rosenékatékákat meg én találtam ki, meg nagyjából én értem meg az elsőnek a pályázati keretét, de egy kerületnek a pályázati rendszerének az átalakítása, na azért az egy izgi dolog volt. Én tényleg örültem volna, hogyha segítenek a képviselők, vagy egyáltalán mondanak olyan szempontokat, hogy nehogy kimaradjon valaki, vagy tehát hogy tényleg olyan legyen, hogy az jobb rendszer lesz, mint ami korábban volt. Ugye a korábbi az nem volt túl bonyolult, volt civil, kulturális és egyházi kategória. Az egyház nyilván mind a háromba tudott pályázni, az alapítványai, vagy az egyes, tehát egy templomkoncerttel, vagy egy bármivel. Ez tűnt föl először, hogy ez nem teljesen igazságos így. Aztán pedig az, hogy a 21. században nem így pályáztat egy önkormányzat, még a Kutyapárt, a Rózsa Sándor kampány pénztékozó alapjában is komolyabb szempontrendszereket állapított meg, hiszen ezzel tudott célozni, hogy mit is akarsz te a kerületnek, mit akarsz az embereknek megszervezni. Na jó, egyébként, ha nem állítasz le, Dávid, én ezt még nyomom ám egy fél órán keresztül. Még annyit, azt említsük meg, hogy a kulturális közösségi helyeket is többet létrehoztál, például most legutóbb a Bakásbunker, vagy korábban a Connector Inkubátorház, amikor ezekről mondanál pár mondatot. Igen, hát ez mindig olyan, hogy az ember látja, hogy mire van igény, és akkor megpróbálja megoldani. A Connector, ez egy ilyen civil inkubátorház, hasonló, mint amik mind bezártak addigra gyakorlatilag a Budapesten, még az ilyen idősebbek, mint én, emlékeznek esetleg a Műszire, a Blahán, a Tűzraktérre, ami volt a Tűzoltó utcában, és aztán a belsőkben, a 7. kerületben, aztán teljesen eltűnt az is, illetve legutóbb, tehát amikor én ott pont újdonsült alpolgármester voltam, akkor a Dürer kert és a hozzátartozó több száz csapatnak helyet adó keleti blokknak a bezárása történt meg. Ó, most már gyönyörű szállodája lesz ott a Ráhelnek, úgyhogy én végül is nem bánom, tehát ez sokkal jobban kell. A több száz szervezet maradt otthon nélkül, és azt gondoltam, hogy itt van rengeteg ellenzéki önkormányzat, akkor mutassuk meg, hogy mi bizony a saját sorosista vagy nem sorosista civiljeink mellett állunk, nem férünk a független művészektől, még ha őrültek is, vagy fiatalok, vagy esetleg gitárjuk van, vagy hasonlók, és akkor így lett a Connector, iszonyatosan sokáig kerestem a megfelelő helyszínt, meg kiderült, hogy a 10 év alatt majdnem mindent eladtak a Fidesz, ahol ilyesmit lehetett volna csinálni, de aztán ott lett a Vágóhíd utcában ez a bezárt iskola, és megnyílt. Ott is egy próbáltam valamennyire forradalmi megoldásokba gondolkozni, tehát hogy olcsó legyen, mégiscsak ilyen szempontból kutyapártos nézőpontokat behozni. Rengetegen segítettek a kifestésben, mert ott nagyobb felújításra nem volt szükség, de kifestettünk, vagy jöttek a kutyapártosok, és akkor csinálták a fa ajtót a kazán elé. Tényleg úgy renováltuk egy picit a helyet, és utána egy olyan pályázati rendszerbe lehetett pályázni, ami több szakaszos volt pontosan azért, mert engem az érdekelt, hogy hogy ne legyen ez önkormányzat szagú, és hogy lehet, hogy maguk az ott lakószervezetek, vagy a
adott helyet kapott szervezetek irányítják önmagukat. Tehát én egy picit úgy akartam, ahogy egy műszi volt, csak egy önkormányzat tulajdonosa, vagy a háttérrel. És így az első körbe jött mondjuk a Bike Mafia, ők már a pandémiakor beköltöztek, bajba kerültek, úgyhogy hát igen, itt nagy mutyi volt, mert ők mindenféle pályázat nélkül kerültek be a konnektorba, de a következő három teremről már így döntöttünk, és attól kezdve, tehát a másik pályázati körtől már én is, mint önkormányzat kisebbségben voltam a Pángalaktikus Konnektor tanácsban, ami Pákota néven megy, nem én találtam ki, de hát ez van. És igen, ennek az a lényege, hogy ők kapnak ilyen pici helyiségeket, ahol a saját tevékenységeiket iszonyúan olcsón bérelve tudják végezni, és akkor van egy nagy terem, technikai háttérre mindennel, és oda viszont mindenkinek kell ingyenes programokat vinni a saját tevékenységén túl. És hát persze vannak a háznak saját szervezései is, de összességében az ott élő szervezeteken múlik, hogy mi történik ott. És képzeljétek el, működik, tavaly például már egyik lakót kiszavazták, aki nem nagyon csinálta ezeket a közös programokat, úgyhogy kedves politikus társaim, hölgyeim és uraim, a civilek tudják csinálni maguktól a dolgokat, nem kell nagyon rájuk telepedni, és akkor is fog működni. Nyilván nem annyira könnyű, jobb lenne egy belvároshoz közelebbi rész, de nyilván olyan szervezetek jönnek, akiknek ez szuper és fontos. A Bakás Bunker, de előtte a Miki szeretne szóhoz jutni, és tényleg lőjetek le, mert folytában dumálok. Én nem csak azért jelentkeztem, hogy mielőtt tovább megyünk, erre szeretnék rácsatlakozni, hogy ezért tartom baromi értelmesnek ezt az egész projektet, ami itt történt, például a konnektorral kapcsolatban. Mert én pont annyival vagyok fiatalabb, hogy amikor hát, fifeként, vagy hogy hívják ezt, felkerültem Budapestre fiatal felnőttként, vagy visszakerültem Budapestre Angliából, inkább úgy mondanám, addigra már ki volt nyírva az összes ilyen régen legendás kulturális hely, és ennek a fájó hiányában töltöttem itt az éveimet, és ezt tehát két dolog miatt volt, ez volt az egyik, ami miatt ezt baromi jó volt látni, hogy itt történik, a másik meg pontosan az, amivel szintén nagyon nem értek egyet, hogy a politikának meg kéne határozni a kultúrának a tartalmát és az irányát. Ez egy olyan húzás volt, ez, hogy saját magát szavazza meg a közösség az első kör után, amivel pusztán az ötlettel garantálni lehet, hogy a politika az, hogy is kell ezt mondani, hogy finanszírozója, de nem meghatározója a kultúra tartalmának. Én ilyenek miatt gondoltam egyébként bármilyen formában segíteni ezt az egész működést itt Ferencvárosban, mert ilyenből többre lenne szükség, ilyen ötletekből, és hát tulajdonképpen ez a remény, amit fűzök az egészhez, hogy annak ellenére, hogy nyilván nem dúskál senki feltétlenül forrásokban, ötletből és akaratból is lehet olyan dolgokat létrehozni, amik előremutatóak még önkormányzati szinten is. Akkor még a Bakásbunkerről pár szót, aztán mehetünk tovább. Igen, a Bakásbunker az viccesebb volt, mert a konnektornál még az elején volt a testület, és nem is nagyon akadályozták, tehát az elég gyorsan létre tudott jönni. Aztán utána már majdnem mindenen évekig kellett csuklóznom. Például én emlékszem, hogy még a legelső, tehát még a 19-ben az legelső költségvetésnél már megpróbáltam a közösségi költségvetést, majdnem meg is vert Árva Péter, ez jó sztori volt, de utána hát évekig, tehát ezt tavaly sikerült végül bevezetni. Na, a konnektor is ilyen volt, annak az elején nekiestem, de akkor már nagyon sokat piszkáltak érte, hogy ó, hát majd nem lesz az olcsó, nem úgy megy ez, ahogy én gondolom. Aztán, de végül is engedték, hogy megnyíljon, főként azért, mert akkor indult el ugye a Bakástér felújítása is, ahonnan a társadalmi egyeztetés, vagy ez a közösségi ötletelés során kikerült a köztéri WC, nem akarta a helyi lakosság, hogy a megújuló téren legyen köztéri WC, így viszont nem volt nagyon semmi, és ez ugye oda nyílik, ez a teljesen elhanyagolt pince, úgyhogy mondtam, hogy jó, hát de akkor például lehet a földszinten egy közvéc is, és akkor az alsó óriási teretet pedig lehetne ilyen nem fehér falas kiállító és művészeti térként használni. Pont ezért jutott ez az eszembe, hát egyrészt, mert azért nincs egy túl jó állapotban, tehát az biztos, hogyha ott vakulunk meg, ki
kifestünk, meg nem tudom, tapétázunk, meg csillivilli márványpadlót rakunk, akkor azért az egy drága mulatság. Nem, pont abból indultam ki, hogy ilyen viszont nincs Budapesten a belvárosban, ahol mondjuk egy művészcsoport, és volt is ilyen, tehát a műtőcsoportosok jöttek oda először egy ilyen nemzetközi összművészeti őrülettel, ahol egyik részt levakolták a falnak, mert oda pont vetítettek, a másik részen még azt is leverték, ami nyomokban volt, mert oda meg egy olyan kép került, vagy a DJ-nek a VG-je valamit oda egyebet kitalált. Tehát látszott az, hogy tud mit kezdeni egy budapestnyi művész és alkotó azzal, hogyha van egy ilyen tér. Hát aztán nehéz lett egy picit ez is, mert jött a katasztrófa védelem, és akkor azt mondták, hogy ezt így ne. Úgyhogy akkor bezárt egy időre a hely, na itt volt a nagy csuklózás, mert ettől kezdve nagyon sokat támadtak ezzel a képviselők, hogy hát megint itt van ez a hülye, és na most akkor látszik, hogy milyen butaságot is akart. Hiába vittem ilyen paksamétába, hogy a képzőművészeti egyetemtől, vagy képzősöktől kezdve a Ludvigon át, mindenki kiállt egy ilyen térmel. Tehát tényleg, hogy nem az én hülyeségem lesz, hanem valódi igény lenne rá. De 170 milliót, amiben az első tervezés került volna a füsttervezetésre, na hát annyit én se szerettem volna erre rákölteni, és akkor elhívtam a katasztrófa védelmiseket, ott járkáltunk körbe-körbe, és végül kialakult az az olcsó megoldás, hogy akkor ilyen kisebb részekre leválasztjuk a helyiségeket. De egyébként akkor is volt már ott egy Rickéza kiállítás, vagy akkor is, vagy a korábbi első nyitvatartási időszakban befogadtuk a 11. kerületből kicenzúrázott karikatúristáknak a tárlatát, tehát hogy elindult az élet, látszódott, hogy jó lesz ez. Most egy március 15-i kiállítással nyílt meg a dolog, másodjára is megnyitottam egy intézményt, szóval rá lehet erre kattanni. Egy profi politikus. Abszolút, még megnyitom szerintem pár szó, ami most már belejött ebbe az egészbe. Stark Attila freskó készült oda a földszintre, és akkor most már jönnek is a külső megkeresések, meg nyilván saját programokat is fogunk oda tervezni. Még akkor a választásokra visszatérve beszéljünk arról, hogy hogyan dőlt el, hogy közületek ki melyik körzetbe fog indulni, és mik lettek ezek a körzetek végül. Kenjük a botira. Ez jó ötlet. Az összes jelölt, aki a Baranyit Ferencvárosért Egyesület égisze alatt fog indulni, összegyűlt, és egy rendkívül komoly, mélyen szántó, rengeteg szempontot felvonultató, hosszú, 20 perces vita alatt pippak eldöntöttük a dolgot, és volt egy jelv, amit a Szuzi lefektetett, hogy aki hol lakik ott. Hát így nekem adódott, hogy én a kettes körzetben lakom, tehát ott. Ami? A belső Ferencvárosnak a külső pereme, tehát ha elindulunk, az egyes van a Kálvin térnél, utána jön a kettes, a körút, és akkor így jönnek tovább a választókörzetek kifelé, és aztán ilyeneket vettünk figyelembe például, hogy egymás melletti körzeteket, hogy könnyebb legyen majd a kampányolás, meg a későbbiekben is az együtt dolgozás, és akkor mondom, tehát elég gyorsan kialakult ez, akikkel egy csapatban leszünk, úgy néz ki, hogy elég gyorsan, elég hatékonyan vettük ezt az első akadályt. Ha jól tudom, akkor ti ketten nem Ferencvárosban éltek, akkor nálatok milyen szempontok játszottak közre? Hú, hát én nagyon gyötrelmesen hoztam meg a döntést, mert igaziból az egész kerületnek az alpolgármestere vagyok, tehát én nekem a belső Ferencvárosban is tök sok ügyem van, a középsőben is tök sok fontos dolog, vagy olyan emberek, akikkel kapcsolatban vagyok, és hát a József Attila lakótelepen is. Aztán végül a József Attila lakótelep mellett döntöttem, de hát nem nagyon tudom alátámasztani, tehát nem azért, mert ott mennyivel jobb emberek élnek, mint a középsőben, vagy mindenféle titkos közleménykutatások kihozták volna, hogy ott aztán jóval nagyobb az esély, mint máshol. És sokat beszélgettem ott emberek, kell. Nekem nagyon szimpatikusak a régóta ott élőknek az értékrendjei. Az szerintem pont olyan, mint a Kutyapártos. Ugye ez az 50-es években kezdett el az a lakótelep épülni, ez a Villanegra, nem a Pálcazárda ideje, meg hát jó, nem minden teljesen real abban a filmben, mert volt egy csomó fölépített díszlet is, de mindegy, most ez nem. De hogy akik ott akkoriban beköltöztek, nagyon sokan most is József Attila lakótelepi
lakók, és nekem olyanokról meséltek, hogy az ilyen közös mosókonyhákba így mentek a szomszédok egymásnak, ilyen előadásokat tartottak, akkor volt egy, ahol volt egy repülős, akkor ott minden hónapban kisorsolta, hogy melyik házban melyik jó gyereket viszel repülni. Tehát egy olyan kis közösség, meg erős ilyen közösségi életről, amire rájöttem, hogy valójában mai fiatalok pont ugyanilyet szeretnének, meg a kutyapárt pont hasonlót szeretne így csinálni, hogy legyen kapcsolat az emberek között. A mai tök divatos dolgok, a tudatos szomszédtól, a szomszéd ünnepeken át, az ott valahol emlékeznek rá a régi ott élők. Nem biztos, hogy ettől függetlenül most éppen a közösségi költségvetésre és a JALT-ról van a legtöbb beadott ötlet, és nem feltétlen csak fiatalok, hanem idősebb emberektől is. Tök zöld a lakótelep, látszik, hogy az emberek odafigyelnek a mikrokörnyezetükre, úgyhogy én végül is egy picit emiatt a JALT mellett döntöttem. Ez egy érdekes kérdés. Én nyilván azt a környéket ismerem jobban, mert arra felé laktam, de hát ezek a választókerületek, ez, hogy is mondjam, nem éppen egy organikus felosztás semmelyik városnak sem, úgyhogy valami alapján dönteni kell, mert hogy képviseletre mindegyik részbe szükség van. Hogy akkor melyik lett végül? Én a 7. vállalnám ezt a dolgot. József Attila után. Szóval. Igen, de olyan erős preferenciáim nem voltak ezzel kapcsolatban, mert hogy tényleg egyrészt ezek nem szerves egységek, meg hát mindenhol az ott lakóknak az érdekeit kell képviselni valakinek. És a 7. ez melyik terület pontosan? A 7. ez a Mester utca és a Soroksári közötti rész nagyjából. Mekkora lenne a kutyapár szerepe a következő önkormányzatban ideális esetben, hogyha sikerül győznie ennek a csapatnak? Hát az attól függ, hogy mekkora szerepünk, hogy mennyit melózunk szerintem igaziból. Tehát én azt remélem, hogy sokat, és akkor végre is csak egyedül leszek. Nekem például már annyiban mindenképpen változna az élet, hogy én most nem tudok gombokat nyomogatni. Tehát én valójában nem szavazhatok a testületiken meg a bizottságokon. Ugye nem indultam a választáson, ennek ez az egyszerű oka. Nagyon kíváncsi lenni, vagy tehát az szerintem egy fontos dolog lenne, hogy én is tudjak a döntésekbe is beleszólni, ne csak érvelni mellettük vagy ellenük. Én mind a két, tehát a Mikiben is, meg a Györgyiben is én egy nagyon-nagyon szuper képviselőt látok, olyan rohadt szerények, hogy már csak emiatt is szerintem nagyon jók lesznek, tehát én alapvetően egy nagyon picit óckodok azoktól, akik így nagyon tudják magukat dicsérgetni, és ebben biztosíthatok mindenkit, nem jók, de, és nagyon remélem, hogy nem is annyira fognak belejönni, de azt meg én tényleg tudom, hogy rengeteget tudnak csinálni, meg dolgozni, és úgy is, hogy nem a pénzért, a saját szabad idejükből. Most képzeljétek, hogyha erre még lesz egy ilyen fölhatalmazás is. Szerintem jól járnak velük a választók. Annyit szerettem volna ehhez hozzátenni, hogy akik képviselő jelöltséget terveztek, azoknak a kutyapárt tartott egy közel egy éves képzéssorozatot, hogy hogy működik az önkormányzat. Ezeknek a jelölteknek, akik kutyapártosok, van egy tudásuk, aki bekerül egy képviselőtestületbe, annak általában nem sok fogalma van arról, hogy hogy működik egy önkormányzat, mi a polgármesteri hivatal, annak ki a vezetője, tehát nagyon-nagyon sokrétű volt ez a képzés. Az ilyen beszélgetések, amik mostanában vannak így kampányszerűen, elmondja Szuzi is, meg Baranyi Kriszta is nagyon sokszor, hogy amikor ők bekerültek ide, akkor, hogy szokott a Kriszta fogalmazni, azt se tudtuk, hol a WC. És ő volt is képviselő, és nyilván képletesen kell érteni, de hogy egy egészen új helyzet. Én nem mondom azt, hogy mi nem tudom, milyen profik vagyunk, de az biztos, hogy sokkal több ismerettel rendelkezünk már most egy önkormányzat működéséről, mint egy random, újonnan bekerült valaki. Tehát azt gondolom, hogy viszonylag gyorsan fogunk tudni hatékony munkát végezni. Milyen kampányt képzeltek el? Mennyire lesznek önálló MKKP akciók? Mennyire fogtok a csapattal közösen mozogni?
Hát szerintem mindenféle dolog lesz, tehát picit ugye más a kutyapárt, mint a többi szervezet, tehát amikor azt mondjuk, hogy de nekünk vannak a passzivistáink, és nincsenek támogatóinkról listánk, akkor már egy olyan kérdés van, hogy ezt hogy csináljuk, akkor majd így. De én is azt látom így az eddigi találkozásokból, hogy jó a csapat, van humoruk a többi előttnek is, képzeljétek, tehát egy egész jó hangulatú ötletelések, meg megbeszélések vannak. Lesznek olyan akciók, amik közösek, biztos, hogy lesz olyan is, amit csak a kutyapárt csinál, vagy éppen csak a Momentum. Jó lesz ez, szerintem. Ja, és hát most első körben meg megyünk mindenki, szépen elhagyjuk a kerületet, és megyünk a 12. kerületbe, és ott is kopogtatunk egy sort, segítünk egy picit a Gergőnek. Úgyhogy emellett lesz kerületi kampány is. De hát valójában csináljuk, amit eddig, tehát itt minden héten már majdnem egy éve szervezitek ezeket a csütörtöki Orfeuszos találkozó, vagy ilyen informális találkozókat. Most lesznek ilyen önkormányzati minimumról tanítanékos szakértőkkel is közös leülések, tehát amikor nem az EP vonatkozását nézzük meg az oktatásiban, mit lehet csinálni, így, hogy mondjuk iskolát sincs, de mondjuk óvodád van, és azért mégiscsak vannak tankerleteid, vagy tankerlettel kapcsolataid. Szerintem a javaslataid vannak olyan érdekes dolgok, amiket meg lehet csinálni. Folynak ezek a további közösségszervező dolgok, utca, most már jó idő lesz, megint lehet festegetni, fújkálni, és hát végülis egy kutyapártos kampányolni az szeret, az jó lesz. Na, hát szerintem biztosan úgy fogunk kampányolni, egy ilyen nagy közös tudattá alakulunk, és annak a droid végződései leszünk, akiknek időre felpattan a szemük, hogy menni kell a pultba. Valószínűleg így fog történni. Meg vegyetek pólókat, nagyon jó ferencvárosi pólóink vannak, és támogatjátok fel az egyébként nulla félrehet pénzből megvalósuló kampányunkat, úgyhogy azt nézzétek meg a honlapon, és vásároljatok Always Ferencvárosos, meg ilyesmiket. Az itt a reklám helye volt. Nem szabad. Jó, de oké, ha valaki nem szereti az Always Ferencvárosos pólót, küldhet csak úgy is pénzt. Ja, tényleg. Az is. Abszolút, így nem veszük rossz néven. Vagy jöhet melózni, csak a kettő közül valamelyiket. Oké, hát köszi szépen, hogy eljöttetek, és sok sikert mindannyiótoknak a kampányhoz. Köszönjük, Dávid!